az egy bikából és három tehénből álló, Magyarországon csak sóstófürdőn látható, szikaszarvas csapat lengyel és cseh állatkertekből érkezett 2017-ben. Mivel nagyon félénk fajról van szó, a park szakemberei egy fákkal tarkított csöndes kifutóba helyezték a ritka patásokat, akik idén már sikeresen szaporodtak is. Az állatkertek egyik legfontosabb feladata a fajmegőrzés, éppen ezért nagyon fontos a nyíregyházi állatparknak is, hogy olyan fajokat is bemutasson, amelyek végveszélyben van. A vietnámi szikaszarvas már kipusztult a természetben, és ezek az állatok az Európai Fajmegőrzési Program keretében kerültek hozzánk, és ez egy különleges csoda, hogy már szaporodtak is a vietnámi szikaszarvasok az orvadászat és a természetes élőhelyük pusztulása miatt pusztultak ki az 1960-as években. Napjainkban csak védett természetvédelmi területeken és állatkertekben fordulnak elő. A ritka patások a sűrű ajnövényzetű erdőségeket kedvelik, melyek közelében nyílt területek találhatóak. Hajnalban és alkonyatkor a legaktívabbak. A szőrzetük színe nyáron sárgásbarna, a test két oldalán fehér foltokkal, mely igen jó álcázást biztosít az állatoknak, amikor a ritkás erdőben legelnek. Télen, amikor ritkább a növényzet, a bunda színe szürkés barnává válik, és a foltok színe is megfakul. Jelenleg a világon 371-et tartanak zárt tartási körülmények között.